van már Dzsudzsák félelmetes bombája. Dzsudzsák lő, megpattan, gól! Hol van már, mikor Ronaldo ellenünk krisztizett? Mi értelme van így ennek az egésznek? 2 éve az EB, tavaly a vizes VB. Mind megőrültünk. Most meg mi tévők legyünk. Mondjuk a próbát megér. A szerb közösséghez csapódtunk és csatlakoztunk a szurkolásban. Mit kell tudni erről a csapatra? Már régóta sok közös ismerős van itt? Ez egy évszázadok óta egyben függő kis szerb közösség itt Budapesten és környékén. Összejárunk, ápoljuk a hagyományainkat, a kultúránkat, és hát mint a mellékelt ábra mutatja, a sport események is összekötnek bennünket. Van itt iskolai tanár, van itt színházi művésztitkár, vannak itt cégtulajdonosok is, de vannak itt olyan szerbek is, akik idejöttek Szerbiából a háború alatt, és akkor nem tanulták meg a magyar nyelvet, ők csak szerb. Tudnak, ő tényleg ilyen vegyes társaság van éppen itt. Mit tudsz tanácsolni annak a csügget magyar focibolonnak, aki most nem tudja, hogy kihez csatlakozzon, kinek szurkoljon, hova húzzon a szíve? Hát én a szerbeknek szurkolok, mert ugye a szerbek most kijutottak, de én úgy gondolom, hogy a magyarok most szurkolhatnak a horvátoknak. Van egy ilyen egészséges vetélkedés, de általában a horvátokkal nagyon jobban vagyunk itt Magyarországon. Ugye nincs itt köztünk ilyen összetűzés soha. Tehát a legideálisabb egy horvát-szerb döntő lenne a VB-n. Az egy veszélyes kombináció lenne. Ha már belejöttünk a hangulatba, a szerbekkel, akkor lássuk, hogy mit tudnak a németek. Szogás, srácok, ti pontosan honnan jöttetek? Mi bomba jöttünk Németországból, egy hétvégi kiruccanáson vagyunk itt Budapesten, és ha már így alakult, megnézzük a meccset Mexikó ellen. És mit vártok ma a német válogatottól? 3-0-ra nyerünk. What kind of football? Milyen típusú szurkolónak tartjátok magatokat? Hangos, laza, normális, vagy lusta? Lazy. Nem éppen normálisak, hangosak. Énekelni is fogtok? Igen, bérletem van a Bundesligában a Nürnberg meccseire. Minden hétvégén kim vagyunk a stadionban. Ebben a nagy nemzetközi kavalkádban nem csak német, hanem mexikói szurkolókkal is találkozni, ha már német-mexikói meccset nézünk. Ön honnan? Mexikó melyik részéről jött? Puebloból jöttünk, Mexikóból. Csak rövid ideig van most itt? Igen, turistaként vagyunk itt 3-4 napot. Most pedig győzelmet várok a mexikói csapattól. Na most éppen helyzet. Javier Hernández, de nincs 11-es, nincs gól, nincs találat. A mexikóiak leghangosabb szurkolói az itt lévő brazilok, akik a következő nap mennek Oroszországba, majd szurkolni a saját hazájnak. Fiúk, hogy Budapesten vagytok, a holnap már Oroszországban kell lennetek. Már holnap utazunk tovább Oroszországba, de meg kellett álljunk itt Budapesten. Gyönyörű ország, gyönyörű város. Ma pedig itt szurkolunk Mexikónak. Mexikó! Brazília melyik városából érkeztetek? Rio de Janeiroból. És Rióban melyik klubnak szurkoltok? A Flamenco-nak. Akkor ti ős ellenségek vagytok? De ugyanakkor barátok is? De, barátok is, igen. Ez nagyon szép. Erről szól a foci, mindenkit összehoz. Tessék, van itt hangulat, gyönyörű lányok, éneklés, szurkolás, úgyhogy azt hiszem a következő hónap így is élvezetes lesz, hogy a magyarok nincsenek kint.